Dobrý večer. Ja by som chcel povedať možno ešte na úvod dve vety o pánovi Harastim, lebo on nie je ktokoľvek, kto prišiel k nám z Maďarska. On bol súčasťou disentu už pred rokom 89, spolupracoval s Chartou 77, po 89. bol zakladajúcim členom strany Slobodných demokratov a naposledy bol stálym predstaviteľom, vysokým predstaviteľom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu pre slobodu médií. Práve preto bude hovoriť o slobode médií. Takže ja mu dozdám slovo. Ďakujem, že môžem hovoriť po maďarsky. Kedves barátaim, nagy öröm, hogy majd 30 év után mi közép-európaiak ismét együtt lehetünk, és megünnepelhetjük a szabadságot. Nehezen vívtuk ki, és közösen vívtuk ki majdnem 30 évvel ezelőtt. Milí priatelia, dámy a páni, je pre mňa veľkým potešením, že takmer po 30 rokoch my, Stredoeurópania, môžeme byť zase spolu a môžeme oslovovať slobodu. Ťažko sme ju vybojovali, ale spoločne sme ju vybojovali pred 30 rokmi. The Daniel Hill. Hogy 30 év után nekünk közép-európaiaknak ismét fel kell gyűrnünk az ingujunkat, és harcba kell szállnunk a demokráciáért és a polgári szabadságokat. Nie je však dobrou správou, že po takmer 30 rokoch my, Stredoeurópania, musíme sa opätovne zasadiť za presadenie demokracie a občianskych práv. Harcba kell szállnunk, mert a hatalmon levő mind a négy visegrádi országban megpróbálják meghamisítani a demokráciát, elfojtani a vitát, szolgálvá tenni a sajtót, megfélemlíteni a civil társadalmat. Musíme opäť zabojovať, pretože mocní vo všetkých štyroch štátoch visegrádskej štvorky sa snažia sfalšovať demokraciu, potlačiť slobodnú diskuziu, urobiť z médií sluhu a zastrašiť občiansku spoločnosť. Visszájára akarják fordítani a mi eredeti közös tervünket, hogy a visegrádi négyek közösen gyorsítsák meg Európa végleges egyesülését, és éppen a szabadság és a haladás jegyébe tegyék ezt. Chcú zvrátiť náš spoločný pôvodný plán, totiž aby práve my, krajiny Vyšegrádskej štvorky, sme zrýchlili postup Európy smerom za slobode a pokroku. A politikusok, akik beültek a kivívott demokráciába, ma már nem nyugatról, hanem keletről vesznek példát. Keleti autokratáktól és kleptokratáktól, Putyintól és Erdogántól másolnak. Tí politici, ktorí sa posadili teraz do vládnych kresiel, si neberú teraz už príklad do západu, ale z východu. Z východných autokratov a kleptokratov od Putina a Erdogana. Orbán Viktortól másolnak, aki Putyintól és Erdogántól másol, belerősítik és politikai fegyveré kovácsolják az ősi idegengyűlöletet, ellenségképet festenek a nemzetközi együttműködésből, nemzetellenes összeesküvőként festik le az emberi jogok nagylelkű támogatóit, mint amilyen Soros György.
kopírujú od Orbána, od Viktora Orbána, ktorý zas kopíruje od Putina a Erdogana. Posilňujú a robia politický nástroj do starých xenofóbnych pocitov a nálad. Vytvárajú obrazy nepriateľa z medzinárodnej spolupráce. Robia z bojovníkov za ľudské práva, z prísahancov proti národu, napríklad aj z takých ľudí, ako je George Soros. Ám a mostani veszély merőben más, mint az a baj, amelyet 30 éve győztünk le. Akkor országainkat a demokrácia külföldi elnyomóitól és helyi helytartóitól kellett megszabadítanunk. Ma Közép-Európa azzal szembesül, hogy a szabadságot belülről is el lehet veszíteni, ha úgy tetszik, demokratikus úton. Súčasné nebezpečenstvo je však zásadný spôsob iné ako to nebezpečenstvo, ktoré sme porazili pred 30 rokmi. Vtedy sme sa museli zbaviť zahraničných potláčateľov demokracie. Dnes sa Stredná Európa konfrontuje s tým, že slobodu môžeme stratiť aj znútra demokratickou cestou. Oroszország és számos közép-ázsiai ország után ma már ez a veszély fenyeget kelet Közép-Európában is. De milyen nagyszerű a szabadság 30. évében az a hír, hogy Szlovákia népe tisztában van a szabadság értékeivel. Po Rusku a po mnohých stredoázijských republikách toto nebezpečenstvo strany demokracie je prítomné už aj v Strednej Európe. Avšak výborná správa je v tomto roku 30. výročia vybojovania slobody, že ľud Slovenskej republiky je si načistom do základnými hodnotami slobody a demokracie. Köszönöm, hogy nem engeditek meg ezt az elfajulást, és példát mutattok. Ďakujem vám, že nedopustíte tieto deformácie a že ukazujete príklad aj iným. Ezen a demokratikus válságon, a demokrácia válságán keresztül kell gázolnunk, keresztül kell jutnunk, és nem számíthatunk senki másra, csak magunkra. Minden új demokráciának meg kell tanulnia, hogy van mit veszítenie, és van mit megvédenie. Csak így válik érett, önmagát megvédeni képes, szabad nemzetté. Dočasnú krízu demokracie musíme prekonať. A nemôžeme pritom sa spoliehať na nikoho iného, len na seba samých. Každá nová demokracia sa musí naučiť, že môže toho veľa stratiť a musí toho veľa chrániť. Ale len tak sa môžeme stať zrelou, zrelými, slobodnými národmi. Köszönöm ezért a saját országom nevében, a négy visegrádi ország nevében, hogy megvéditek a sajtó sokszínűségét, a bíróságok függetlenségét, a civilek mozgásszabadságát, a választások tisztaságát, a közpénzek átláthatóságát. Ďakujem vám teda všetkým, aj mene občanov svojej vlastnej krajiny, a občanov ostatných vyšegrádskych štátov, že chránite pluralitu médií, že chránite nezávislosť súdov, že chránite slobodu občianskej spoločnosti, že
že chránite čistotu volieb, chránite transparentnosť verejných peňazí. Boldogság látni, hogy az új nemzedékek ismét együtt fogják biztosítani Közép-Európa közös szabadságát. Je pre mňa veľkou radosťou vidieť, že mladé generácie opätovne budú zárukou budúcnosti Strednej Európy. Tartsatok ki, nem lesz könnyű, de érdemes végigvinni. Köszönöm szépen. Vydržte, vytrvajte, nebude to ľahké, ale oplatí sa to. Ďakujem pekne. Szívesen. Veľmi vďačne. Dovoľte mi povedať ešte jednu vetu na záver. Pozdravím vás, občan Maďarskej republiky, pán Mikuláš Šarasty. Dovoľte, aby som vás pozdravil aj ja, mene občanov a občianok Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za tieto povzbudivé slova. A hovoriac o Vyšegrádskej štvorke, prosím vás, hlasno pozdravte novovznikajúcu iniciatívu Slušné Česko, ktoré sa snaží čeliť aktuálnej politickej kríze v Českej republike. A zdravej demokracie je tiež fungujúca občianska spoločnosť.